Meg kell oldani a problémát. Állítólag így adott utasítást Portik Tamás egy volt bűntársa megölésére. Újabb gyilkossági ügy felbújtójaként gyanúsították meg a hírhedt banda vezért. Ez már az 5. leszámolás, amellyel meggyanúsították Portikot, és még nincs vége. 4 további merénylet hátterét vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda. 1999. május 5-e Budapest. A Karinti Frigyes utca egyik bérházának lakásában egy meggyilkolt férfi holttestét találták meg. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert nagyon kevés olyan embert sikerült felkutatnunk, akik a kapcsolatrendszeréről bármiféle információval is rendelkeztek volna. A 22 évvel ezelőtti gyilkosság sokáig megoldatlan maradt, de a háttérben időről időre előkerült az akta. Legutóbb tavaly októberben, amikor gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, akinek köze lehetett a gyilkossághoz, de később megszüntették ellene az eljárást. Aztán idén február elején egy másik férfit fogtak el, a gyanú szerint ő ölte meg a 36 éves áldozatot. Néhány nappal később pedig a gyilkosság felbújtóját is meggyanúsították. A hatóságok szerint Portik Tamás adott parancsot a kivégzésre. A nyomozók ebben az ügyben 2 gyanúsítottat hallgattak ki, előre kitervelten elkövetett emberölés büntetének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozás és az eljárás érdekei miatt információ, bármiféle további adat nem adható sajnos. Portik Tamást 2012-ben vették őrizetbe a budai villájában. A terrorelhárítási központ emberei az elfogás után narancssárga rabruhába öltöztették, majd a kommandósok sorfala között vezették el. Ez a videó is jelzi, hogy Portik Tamás a magyar alvilág és szervezett bűnözés egyik legveszélyesebb alakja volt. Kivégzések, bombamerényletek, rendőrségi politikai kapcsolatok és milliárdos vagyon. Az alvilági legendákból csak az elmúlt 9 évben lettek büntetőeljárások, gyanúsítások, bírósági tárgyalások és jogerős ítéletek. Tényleg is azt kell mondani, hogy nem, ha azt akarja, hogy továbbiakban is ne legyen kellemetlensége. Ha képes vagyok, még ha kint találkozok vele, akkor is felkeresni. Így nyilatkozott a tinédzser Portik Tamás az 1985-ben a Tököli fiatalkorúak börtönében készült filmben a Bebukottakban. Nyíltan beszélt arról, hogy megfélemlített valakit azért, hogy ne tegyen rá terhelő vallomást. Portik Tamás 1967-ben született Celldömölkön. Nevelőintézetben nőtt fel, először kisebb bűncselekmények miatt, például telefonfülkék fosztogatása miatt ítélték el. Később kidobó lett a budapesti éjszakában, aztán a 90-es években az olajszűkítési botrány leghírhedtebb cégében, az Energolban tűnt fel. Ő volt a részvénytársaság biztonsági igazgatója. Az a rögzítménye, hogy feszültség legyen Budapesten. Ezt vallotta róla később az egyik korábbi energolos cégtársa, Radnai László, és a 90-es évek közepén valóban elszabadult a pokol. Portik Tamás riválisai és egykori bűntársai ellen sorra követték el a merényleteket, ropogtak a fegyverek, robbantak a bombák. És Radnai László volt az, aki először beszélt arról, hogy Portik Tamás parancsára ölték meg 1999-ben G. Józsefet a Karinti Frigyes utcai lakásában. Korabeli felvételek a helyszínelésről. Azt már akkor sejthették a nyomozók, hogy alvilági leszámolásról lehetett szó, hiszen a gyilkosság után 12 nappal később felfedezett áldozat, G. József, Portik Tamás fiatalkori barátja volt, még együtt ítélték el őket a telefonfülkék fosztogatása miatt. A gyanúsításnak a rövid tényállása annyi, hogy különösebb motivációt nem közöltek, azonban a P. Tamás utasítására ő és egy társa, aki már jelenleg tanul az ügyben, megjelent a sértett lakásán, és a gyanúsítás szerint az én ügyfelem több lövéssel kioltotta a sértett életét. Ezt az emberöléssel meggyanúsított férfi ügyvédje nyilatkozta. A rendőrök szerint K. Gábor lőtt Portik Tamás megbízásából. És az ügyvéd egy tanúról is beszélt, aki szintén ott volt a gyilkosság idején. Az ő feladata az volt, hogy elterelje az áldozat figyelmét. Ez József az a személy, akit korábban ugyanazzal a tényállással gyanúsítottak meg, mint a védencemet.
ugyanazzal a minősítéssel, annyiban, hogy ő szóval tartotta addig a sértettet, nevezzük sajnos áldozatnak, akit állítólag a védencem megtámadott egy lőfegyverrel. A Kékfény úgy tudja, hogy a Fürge Bece nevű S. József azt vallotta, hogy Portik Tamás azzal bízta meg K. Gábort és őt, hogy oldják meg az ügyet. S. József azt állította, hallott ugyan arról, hogy a későbbi áldozat 200 ezer forinttal tartozik Portik Tamásnak, de nem tudja, miért kellett meghalnia. Arról viszont részletesen beszélt, hogyan mentek a helyszínre, hogyan terelte el az áldozat figyelmét és a társa, hogyan és hányszor lőtt G. Józsefre, és arról is mesélt, hogyan jelentették Portik egyik alvezérének, hogy megoldották az ügyet. Portik Tamás és a gyilkossággal gyanúsított K. Gábor tagadja, hogy közel lenne a bűncselekményhez. Nyilvánban nem tudható még az, hogy milyen további bizonyítékok állnak rendelkezésre. Egy azonban leszögezhető, hogy egy tanúvallomáson kívül más, objektívnak nevezhető bizonyíték nem áll rendelkezésre, értem ez alatt a szagmintát, új lenyomatot, vagy bármiat, amiből tárgyi bizonyítékot lehetne kihozni és letenni az asztalra. A Kékfény úgy értesült, hogy nem csak ebben az ügyben vizsgálódik még a Nemzeti Nyomozóiroda, úgynevezett Portik csoportja. 1995. július 15-én az esküvője után egy nappal a felesége szeme láttára lőtték le Muskovics Gyulát, Portik Tamás régi barátját, bűntársát. 1995. szeptember 19-e Budapest, Práter utca. Egy parkoló Mercedesben robbant fel egy pokolgép. Az autóban ülő palesztin származású pénzváltó Naji Awad az életét vesztette. Az alvilági hírek szerint az áldozat Portik Tamás pénzváltója volt, állítólag az ő pénzét mosta tisztára. 1996. november 21-én rálőttek Todd Kapálra. Az egykori boxoló túlélte a merényletet, és az ő esetében is ismert a kapcsolat. Egy időben ő karolta fel és patronálta a fiatal Portik Tamást. 1997. október 9-én egy kerékpárra szerelt bomba robbant Budapesten. A detonáció óriási károkat okozott, többen is megsérültek. A merénylet célpontja Hoffman István volt, aki Portik Tamás egyik szintén kivégzett riválisának volt az örököse. Ezekben az ügyekben még nincs gyanúsított, vagyis egyelőre nincs elég bizonyíték az elkövető és a felbújtó ellen. De az biztos, hogy többen beszéltek, vallottak már az ügyekről. Az Aranykéz utcában felrobbantott Boros Tamás, az egykori energolos Radnai László és a gyanúsítottból tanúvá váló Fürge Bece nevű S. József is több gyilkosság részleteiről is mesélt a rendőröknek. Egy újabb idővonalat mutatunk. Itt azokat az ügyeket tüntettük fel, amiben már ítélet született vagy folyik az eljárás Portik Tamással szemben. 1996. november 1-én az Óbudai Ladik utcában lelőtték a terepjárójába beszálló Prisztás Józsefet. Az ismert alvilági vállalkozónak egy több százmilliós ingatlan miatt alakult ki vitája Portik Tamással, akit gyilkosságra való felbújtás miatt jogerősen 15 évre ítéltek. 1996. november 13-án az Ügetűn rálőttek Lakatos Csaba hajtóra. A férfi ellen azért követtek el merényletet, mert még 1996-ban a Prisztás gyilkosság után nem sokkal a rendőrök tanúként hallgatták ki, és a hajtó azt mondta nekik, hogy szerinte Portik ölette meg Prisztást. Megadom a tiszteletet, remélem viszont is, tehát nagyon sajnálom, amit a jó barátok kedve lett, de te ne üljél meg engem, tehát szerintem te rosszul emlékszel. Ebben az ügyben még folyik a tárgyalás. Itt éppen a merényletet túlélő Lakatos Csabával szembesítette a bíróság Portik Tamást néhány héttel ezelőtt. És ezen a tárgyaláson lezajlott egy különös beszélgetés is. Tanúként hallgatták ki azt a férfit is, akit már elítéltek a gyilkossági kísérlet miatt, ő lőtt rá a hajtóra. Tanyi György az eljárás végén beismerte, hogy ő volt a merénylő, és arról is részletesen beszélt, hogy Portik Tamás bízta meg őt. Ezen a tárgyaláson pedig azt állította, hogy egy másik gyilkosságról is vannak információi, vagyis tudja, kinek a megbízásából öltek a Korinti Frigyes úton. Mivel ugye tudok valamiről, amit szerintem nem kéne beszélni, meg a másik barátodról, hogy kitövette a bűncselekményt, gondolom, ezért mondom, maradtam. Nem tartozik másik. Rendőrömnek elmondhatja, de most itt maradjunk ennél a tárgyalási körnél. Folytassuk Portik Tamás bűnlajstromát. 1998. február 11-én lelőtték az ismert médiavállalkozót Fenyő Jánost.
Portik Tamást és az egykori újságírót Gyárfás Tamást vádolták meg azzal, hogy megbízást adtak a kivégzésre. A tárgyalás még folyik, a legutóbbi ülésen például felolvasták a Portik Tamásról készült pszichiátriai szakvéleményt is. Bosszúálló attitűdű, markáns, szenzitív, paranoid attitűdöt mutat, ennek kapcsán kifejezetten gyanakó, rejtőzködő válítottságú, társas konvenciókat és társas normákat ugye megérti, de magatartásával ezeket igen gyakran megsértheti, alkalmazkodási és beilleszkedési zavart mutatva. 1998. július 2-án Budapest belvárosában az Aranykéz utcában robbant egy polszki Fiatba rejtett pokolgép. Az alvilágról videón valló maffiózó Boros Tamás és három vétlen, éppen arra járó cibő vesztette életét. Portik Tamást ebben az ügyben már elítélték, ő adott utasítást a gyilkosságra, jogerősen 13 évet kapott. Azért csak ennyit, mert az ítélet szerint nem volt bizonyíték arra, hogy tudta volna, hogy a szlovák bérgyilkos József Rohács pokolgépes merényletet tervez. Két jogerős ítélet, két még folyamatban lévő bírósági tárgyalás, egy gyanúsítás, eddig ez a mérleg. Portik Tamás minden ügyét külön eljárásban tárgyalták és vizsgálják most is. Egyrészt azért, mert általában mások voltak a bérgyilkosai, másrészt pedig azért, mert a különböző ügyekben nem egyszerre gyűlt össze annyi bizonyíték, hogy meg lehessen gyanúsítani. Portik Tamás ezzel biztosan jól járt, hiszen ha egyszerre egy ügyben több ember megölésért ítélik el, a legsúlyosabb büntetést a tényleges életfogytiglant kaphatta volna. A törvény szerint viszont, ha Portik Tamás minden külön tárgyalt ügye lezárul, úgynevezett összbüntetést kaphat. Legsúlyosabb büntetést el kell, hogy érje az összbüntetés, viszont az összes büntetésnek az összegét nem haladhatja meg, tehát a rövidebb büntetés vagy büntetése kétharmada engedhető el, ami pedig ugye fennmarad, azt a nyilván a legsúlyosabb büntetéshez hozzá kell adni. Fontos szabály még, hogy az összbüntetésbe életfogytig tartó fegyházbüntetést nem lehet beleszámítani. Portik Tamást eddig nem ítélték életfogytiglanira egyik ügyében sem. Portik Tamásnak jelenleg egy 15 és egy 13 éves jogerős büntetése van. Ez az összbüntetés szabályai szerint kevesebb, mint 20 év. Ha kap még néhány határozott idejű, tehát nem életfogytig tartó ítéletet, akkor is legfeljebb 25 évet kerülnie, az összbüntetés szabályai szerint ez a maximum, akárhány évet is kap külön-külön. Mivel már 9 éve börtönben van, ezért 16 év múlva 70 éves korában szabadulhat. A Kékfényben Miki Attila riportját látták.